táborban ez volt az első hét. A kezdeti ismerkedést követően már könnyen megy az activity, felszabadultan a kézműves foglalkozás. A gyerekeket minden héten egy alkalommal elviszik a Kópé várba is. Ezt a programot a tábor résztvevői mindenképpen örömmel várják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat pápai csoportjának az idei a 8. nyári napközis tábora. A tábort elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezik, azoknak, akiknek szüleik a nyári szünet idejére nem tudnak felügyeletet biztosítani. Az Eötvös utcai ifjúsági centrumban minden adott. Felügyelet, szervezett programok, barátságok. Izgalmas csatajelenetek, ló és lovas kiképzési bemutatók, kirándulás a természetösvényén, történelmi étkek kóstolása és vására. Csak néhány mozzanat a hegy napja rendezvényéből. A ceremónia a hagyományőrző csapatok bevonulásával kezdődött, majd Rádi Róbert a polgármesteri kabinet vezetője köszöntötte a megjelenteket. A Hagyományok hegye történelmi pillanathoz érkezett. Mindazt, amit az Egyesület képvisel, most bemutatták a látogatóknak. Az Egyesület azt az utat szeretné járni, melyet őseink is jártak, a történelem, a néprajz és a természet útját. A programon átadták a természetösvényét, melyen végigbarangolva a hegy 60 növény és állatfaját ismerhette meg az érdeklődő. A néprajzi hagyományokat kézműves kirakodóvásár, játszóház és gyógyfüvekből készült illóolajok, teák, sajtok, mézek kóstolása és mására elevenítette fel. A történelem útján pedig avar hétpróba, harci bemutatók és lovaglási lehetőség várta az érdeklődőket. A jurtában eredeti és rekonstruált avarkori emlékekből nyílt kiállítás. A református gimnázium néptánc és színpadi táncos tanulói vettek részt az egyhetes edzőtáborban. A néptáncosoknak, illetve a színpadi táncosoknak közös tréningjei is voltak. A közös edzések után aztán mindenki a saját táncnemében gyakorolt, mondta Müller Zoltán.